Várom ide, mert előkészítettem már azt a különleges tárgyat, amiben majd a leendő, frissen megválasztott, kitüntetett díszpolgár a kézlenyomotát leteszi, mint hogy annak idején egyébként kitalálták, a nagy hírességeknek a lábnyoma van egyébként ott, amikor az Oscar díjgála átadása van, és különböző sok-sok hírességnek már a lábnyomát, kéznyomát tudjuk. Hát itt jelen esetben majd a kéznyom lesz levéve a díszpolgárról. Úgyhogy szép lassan, sok jó ember kis helyen is elfér, szokták volt mondani, úgyhogy a színpadunk egy ilyen 100 négyzetméter, jászasszonyok is, ugye, hogyha véletlenül valakit kifelejtek, az nem azért van, nem pusztán csak azért, hogy aki dolgozik az. És igen, itt van frissen megválasztott kapitányurunk is, felesége is, nagy szeretettel köszönjük, nyugodtan, nagy még a színpad, kényelmesen jó helyre foglalják el a helyeiket. Jönnek Györgyike is, itt van Ulvicki Györgyike, aki a legszebben énekli a jászok nemzeti imáját, a jászhimnusz majd természetesen, és különleges élmény ilyenkor mindig meghallgatni minden évben az ő tolmácsolásában. Pali bácsit hiányolom most a pálinka lovagrendből. Nem látom. Németországban van, azt a jó mindenit. Volt szerencsém vele két héttel ezelőtt a Szolnok TV-ben egy jó kis riportot csinálni. Nagyon sokan megnézték, az egyik leglátogatottabb műsorunk lett. Ugye a jászsági pálinka lovagrend tagjaiból hárman voltak ott. Egy hölgy is volt ebben a pálinka lovagrendben. Ha valaki kíváncsi, nagyon sok érdekes dolgot elmeséltek nekem a tévében, a Szolnok TV-n meg lehet nézni az Aranyidő című műsorában. De ezt én csak addig mondom, hogy mindenki elfoglalja a helyét itt azért. Ilyenkor vannak különböző protokoláris események, hogy ki után következik, de egy biztos, hogy a jó programban, hogy eső nem esik, mint hogy azért tavaly egy kicsikét odavágott Ladány napjának, de hát 2019-ben, most ebben a jó időben jól is esik inkább fölvenni a pulóvert, mint esőkabátot. Úgy látom, hogy mindenki a helyén van, az utolsó intést azért polgármester asszonytól kérek majd, hogy igen, itt van-e, vagy várjunk még egy 3 percet. Ne várjunk, meg vagyunk, úgyhogy hölgyeim és uraim, természetesen egy megfelelő díjátadáshoz mi is illene, arra kérem önöket, hogy elsőként közösen énekeljük el a himnuszt.
Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy kinéztem a főzőcsapatok is, mindenki ott hagyta a bográcsot, és mindenki ide koncentrált a színpadra, és valóban így is van. Továbbiakban fölkérem Bertalanné Drávuc Katalin polgármesterasszony, köszöntse Önöket! Tisztelt ünneplők, kedves vendégeink! Nagy öröm számomra, hogy újra... Tisztelt ünneplők, kedves vendégeink! Nagy öröm számomra, hogy újra, ezúttal már 7. alkalommal üdvözölhetem itt a jelenlévőket, ilyenkor szeptember utolsó szombatján, Ladány napján. Abban a reményben köszöntöm most Önöket és településünk apraját, nagyját, hogy mindenki jól szórakozik majd, és teljes lesz a kikapcsolódás, a jókedv. Eltelt hát egy újabb év. Azóta, hogy legutóbb itt állhattam Önök előtt, ezen a színpadon, bár ma nem a számadásnak van itt az ideje, annyit azért nyugodtan itt, most is elmondhatunk, egy újabb, dolgos, tartalmas, eseménydús esztendő van mögöttünk. Szépültünk, gyarapodtunk tavaly szeptember óta is, mindannyiunk örömére. Egy évvel ezelőtt, amikor itt álltunk ezen a színpadon, meleg szavakkal üdvözöltük körünkben két testvértelepülésünk képviselőit is, Csíkrákosét és Oromhegyesét. Nos, tegnap este örömteli dolog történt községünk életében. Engedjék meg, hogy ezt az örömteli hírt most megosszam minden jelenlévővel. Testvértelepüléseink sora tegnap este egy harmadik határon túli helységgel bővült, a felvidéki szlovákiai Szilas községgel. Tegnap ünnepélyes keretek között a szilasiakkal is testvértelepülési megállapodást kötöttünk, és írtunk alá, megerősítve a már egy éve szövődő, erősödő baráti kapcsolatokat. Tisztelt jelenlévő kedves vendégeink! Amikor 7 évvel ezelőtt úgy döntött a képviselőtestület, hogy szeptember utolsó szombatját a település napjának minősíti, egyben arról is döntött, hogy legyen ez a felhőtlen szórakozás, a kikapcsolódás, a jókedv ideje. Az volt a célunk, hogy legyen egy nap, amely mindannyiunké, ahogy a nevében is benne van, Ladányé. Legyen az itt működő civil szervezeteké, legyen a családoké, a munkahelyi és lakóközösségeké, a spontán szerveződött baráti társaságoké. Ha átpillantunk innen a színpadtól az út túloldalára, láthatjuk, hogy oda át már főnek a jóféle étkek a bográcsokban, az üstökben, és elkezdődött, sőt, lassan már befejeződik az elmélyült pálinka mustra is. Minden együtt van hát ahhoz, hogy mindenki jól érezhesse magát itt, Ladány napján, a Ladány napi forgatagban. Engedjék meg, hogy innen is megköszönjem támogatóinknak hozzájárulásaikat, intézményeink dolgozóinak a szorgos, pontos odaadó munkáját, hogy ez a hétvégi rendezvény ilyen színvonalon megvalósulhatott. Kívánom, hogy a nap további hátralévő részében még néhány órára mindenki feledkezzen meg a hétköznapok állandó, kíméletlen rohanásáról. Kívánok mindenkinek további szép napot, és kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm polgármesterasszony gondolatait, és ünnepségünk folytatásaként immár hagyományosan arra kérem Önöket, hogy közösen hallgassuk meg Ulvicki Györgyi előadásában a jászhimnuszt.
Köszönöm szépen Györgyikének ezt a fantasztikus tolmácsolást. Hát az település életében vannak fontos, kevésbé fontos, meg nagyon fontos dolgok. Hát szerintem most a következő percben egy igen fontos dolog történik, ugyanis megtudjuk, hogy ki lesz 2019-ben Jászladány díszpolgára. Elsőként fölkérem természetesen polgármester asszonyt, hogy ismertesse velünk annak az illetőnek az életútját, aki ebben az évben, ebben a díjban részesül. Fogom hívni, és utána ismertetem. Igen? Jó. Jászladány nagyközségű önkormányzat képviselő testülete 234/2019-es számú határozata alapján 2019 év díszpolgárának Jászladány települése érdekében végzett munkája elismeréséül Bíró Balást választja. Így igaz, ugye ilyenkor ugye elsőként vagy utolsóként hívjuk a színpadra, de Balázsnak természetesen hallgatni kell, hogy milyen út áll előtte. És mögötte. Meg mögötte. Bíró Balázs 1953. május 5-én született. Édesapja révén, aki Jászladány első filmszínházának munkatársaként dolgozott, hamar ismerettséget kötött a mozgókép világával. Az általános iskolai tanulmányainak befejezése után Szolnokon a gépipari szakközépiskolában tanult tovább, ahol 1971-ben közlekedésgépész technikusként végzett. Bár tanulmányai más irányba vezették, munkája mellett mindig maradt ideje, hogy autodidakta módon képezze magát. A helyi művelődési házban 77-ben működő ifjúsági klubnak és a Kalmár István vezette vegyes karnak is tagja volt. Az amatőr fiatalból képesített fényképész vált, és a tudását másokkal is megosztotta, hiszen a művelődési házban audiovizuális szakkört vezetett, ahol az érdeklődőket vezette be a képrögzítés csodálatos világába. Mindeközben a település közösségi életéből is kivette a részét, hiszen rendezvények, ünnepségek, színházi előadások alkalmával, a hangosítással, világosítással kapcsolatos munkálatokat és képi dokumentálás feladatait is ellátta. Civil munkája mellett saját fotóműtermében várta és várja megrendelőit. Időközben tovább képezte magát, és munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi szakképesítéseket szerzett. A település intézményeinek és nagyvállalatainak tűzbiztonsági védelméről a rájellemző precizitással körültekintően gondoskodik. Azonban a fotózás maradt az örök szerelem számára, és az idő múlásával egyre fontosabb szerep jut önzetlen munkájának, hiszen hosszú évek óta képeivel meséli el Jászladány történetének boldog és megható pillanatait. Kamerájának lencséjén keresztül tanúja volt minden fontos eseménynek, legyenek azok települési rendezvények, iskolai vagy óvodai ünnepségek, házasság vagy keresztelő. Képeinek segítségével nyomon követhetjük településünk fejlődésének minden apró részletét. Sokak számára kizárólag az ő fényképei mutatják, milyen épületek álltak egykoron községünkben. Elindulása óta fotóival emeli a ladányi hírek színvonalát és segíti a szerkesztők munkáját. A születése óta Jászladányon élő művész, a településen alapított családot és házasságából egy fia Balázs és egy lánya Gabriella született. Szerény és segítőkész. A település fejlődése, haladása iránt mindenkor elkötelezett művész munkájával nagyban hozzájárul a nagyközség közösségi életéhez. Méltó Jászladány díszpolgára díjra. Gratulálunk még. Gratulálunk a díszpolgárnak. Egy gyűrűt is fölpróbál. Elviszi?
Fölment? Trees of green and red roses too. I'll watch them bloom for közös fotó, videó, zene. És a Balázsnak van egy-két mondatra, már pedig van lehetősége a fotónk után. Azért megkérjük, hogy két mondatot szóljon. Itt is van egy mikrofon, amelyik szimpatikusabb, vagy az is. Jó. Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit. Hát nagyon meglepődtem, amikor polgármester asszony megkeresett, hogy milyen döntést hozott a képviselőtestület. Természetesen elfogadtam, és hát örülök neki. Köszönetet szeretnék mondani, hát elsősorban kellene mondanom szüleimnek, akik sajnos már ugye nincsenek köztünk, és tanáraimnak, munkahelyi vezetőimnek, intézményvezetőknek, a jelenlegieknek is, a régieknek is, hiszen minden intézményben a bölcsödétől kezdve a szociális otthonig, az idősek otthonáig, a nyugdíjas klubok rendezvényein mindenhol tevékenykedtem, próbáltam segíteni, eleget tenni ezeknek a felkéréseknek, hogy méltóképpen dokumentálva legyen, meg legyen örökítve a község ilyen jellegű eseményei is. Köszönetet szeretnék mondani a javaslattevőknek, akik gondoltak arra, hogy ezt a tevékenységet is ilyen módon elismerjék, és köszönetet szeretnék mondani a képviselőtestületnek szintén, akik úgy döntöttek, hogy méltónak tartanak erre a elismerő kitüntetésre. Hát remélem nem hagytam ki senkit, ezért mindenkinek nagyon köszönöm, aki segítette, támogatta a munkámat. Jó egészséget, további szép napot kívánok mindenkinek. Köszönjük szépen, Balázs, köszönjük gondolatait. És akkor Danit megkérném meg a kis asztalt. Maradj még itt, légy oly kedves, van még egy díszpolgárnak fontos teendője. Egy kicsikét a kezét be kell piszkolni, ide közelebb. Mondom én egyszerűen, ugye a lenyomat, az a bizonyos kézlenyomat, immár hagyomány, Dani elkészítette ezt a fantasztikus, nem is agyag ez, ez nemesebb agyag, mert fehérből van, egy zsolnai kerámiának az alapanyaga, és Daninak a közreműködésével az instrukciót hallgasd meg, gyűrű maradhat, úgyhogy mind a 10 új benne legyen. Danikám előbb ügyesen, várja előbb az összes ujját lenyomja. Nem a rendőrségnek visszük, nem fogjuk levenni a... Nem továbbítjuk nekik ezt a új lenyomatot, hanem a díszpolgárnak az új lenyomata fölkerül a kis dísz emlékműre. Ezután Dani azért még ad egy-két... Dani mindjárt lép egy picit. Zolikám, várjam, hogy mindjárt én instruálom a Danit, csak a fotókedvéért maradj itt. Először csak a friss. Így van, meg vagyunk, Zolikám. Jól van, most már még. És az utolsó lenyomatoknál most egy nagy tapsot megtörtént. Mind a 10 ujjat látom, úgyhogy rendben van. Dani ezt elrakja, kiégeti és fölkerül majd a falra. És persze beleszírva a név is ebben a kis táblába. Virágot Ulvicki Györgyikének szeretnék átadni. Légy oly kedves, fáradj föl. Megkaptam. A hátam mögött elintéztétek csak így. Én meg forgatókönyvből dolgozom. Pezsgőket eldugtuk oda hátra. Arra kérem a pezsgőben közreműködő urakat, hölgyeket, hogy segítsenek, most már kényelmesebben ide jöhetünk előre, gratulációkat lehet majd átadni, de előtte persze kocintunk egy pezsgővel, jászasszonyok körbeviszik, jászkapitány urunknak, képviselők, képviselőasszonynak, arra kérem, hogy vegyenek el. Van benne egyébként alkoholmentes is, hogyha véletlenül valaki vezetne, és amikor, mert szépen az a zene azért, ez olyan jó zenét találtál,
Janikám, hogy kényelmesen itt most már a színpadon kötetlen kis pezsgőzés gratuláció közepette. Szóval most már háttérben zajlanak az események, utána a sok-sok gratuláció után délben majd jó ebédhez szól a nóta lesz a színpadon. Úgy látom, hogy már Rácz Aladár és zenekar is megérkezett, a főző csapatok főznek, a zsűri most már lassan, biztosan kóstolgat, értékel, összesít, íz, állag, összhatás, szóval elég nehéz dolguk lesz 34 ételt kóstolni. A pálinka, mustra, lovag rendjei is lassan, de biztosan a munkájuk végéhez érnek. Az idő, mint ahogy fölnézek, fantasztikus, és hát a programokról nem beszélve, hogy mostantól folyamatosan a színpadon mi minden lesz majd itt, és akkor egy párat, ha véletlenül valaki lemaradt volna, azért gyorsan elárulok önöknek. Szóval jó ebédhez szól a nóta déltől, Rácz Aladár és népi zenekarával. Egy órakor lesz a főzőverseny, a pálink, illetve a főzőverseny, illetve a pálinkáknak az értékelése. 14.30-kor soul dance, latin tánc bemutató, utána a gyerekeknek egy kis gyerekműsor, nagy sikere való tekintettel puding és palacsinta a színpadon. Na és onnastól elszabadul a pokol, érdemes idejönni, mert Kacor Feri, Triál kerékpáros bemutató, Siel Ferri és Henna, utána Horváth Tamás élő nagy koncertje, Zalatna is arolt a tűzi játék, és a legvégén az Experience együttes nagy élő koncertje. Árpi bátyámra is nézek, hogy lassan biztosan most már te is hangoljál majd a zenekarra. De hát itt még kocintgatunk, jó kívánságok, a zene megy tovább. Úgyhogy, és utána majd közben, hát jó ebédhez szól a nóta. Nyilván vendégeinket várjuk majd ott a sátor alatt az ebédre, és itt közben meg majd Aladárék pakolnak föl ide a színpadra. És természetesen az új parkban lesz egy kis koszorúzás, mivel új csapat van, Szilas község feliratkozott a testvér települések sorába. Egy közös kis kopjafa mellett egy koszorú elhelyezésére kerül sör. Sor vendégeinkkel együtt szépen levonulunk, átmennek a emlékparkba, tehát magyarul díszvendégeink jobbról.